Szép napot mindenkinek, beköszöntött a tél itt a Magic Time 2 szerverén, és a téllel együtt megérkezett a Mikulás is, a puttonyába mindenféle finomsággal, hogy milyenféle finomságokat hozott a Mikulás, arra nem sokára kitérünk, azonban előtte egy kisebb nyereményjátékot szeretnék bejelenteni, ugyanis ebben a videóban el fogunk menni egy oszlop eventre, ahol egyébként megmutatom, hogy milyen kisebb trükkökkel tudtok minél több oszlopot kinyerni ebből az eventből. Viszont az eventen megszerzett sét ki fogom sorsolni köztetek. Hogy ez kinyeri meg és hogyan, azt a videó végén elmondom. Azonban előtte nézzük is meg, hogy mi is ez a Mikulás event, és miről is szól. Szóval ezen a Mikulás eventen minden Thörn dobhat nektek egy ilyen fekete Mikulás csizmát. Hogy ebben a Mikulás csizmában mit találtok, hát ez egy szokásos eventes drop, életgyümölcsétől elkezdve a bölcsesség italáig mindent. Viszont ami érdekesebb lehet, a számunkra az az, hogy 30 darab ilyen csizmát be tudunk váltani egy Mikulás zsákra. Na és abban ott van aztán a szajré, ugyanis van abban a piros Mikulás jelmeztől elkezdve zöld Mikulás jelmezig minden, ezen felül pedig mágikus tűzkő és a többi és a többi. Viszont amire mi pályázunk, azok ezek lesznek, és hát ugyebár játszottam egy kicsit a játékkal, hogy szerezzek egy-két ilyen Mikulás csizmát, és ne itt a videóba kelljen szenvedni. És össze is gyűjtöttem referencia anyagként 180 darab csizmát, meglátjuk, hogy ebből az anyagból, tehát 6 darab zsákból mit fogunk tudni kinyitni. Remélhetőleg ilyen ruhácskákat. Ezeket a csizmákat az SD2-ben szedtem össze, pontosabban az SD2 és félben, ami így fél percben összefoglalva nagyjából így néz ki. One hour later. Seven hours later. Sleep in heavenly peace. One eternity later. Egyébként szimultán folyik egy másik hóeséses event külön pályával, de erről majd egy következő videóban fogok beszélni. Hogy mit is hoz a Mikulás most nekünk, azt megnézzük. Ugyebár van nekünk 180 darab cipőnk, ezt beváltjuk Mikulás zsákra. Igen, összegyűjtöttem. Nagyon szépen köszönöm, ezt egyesével gyorsan megcsinálom. És már meg is van a 6 darab zsák. Először is nyissuk ki ezeket a Mikulás csizmákat, ugyebár jött belőle egy könyv, meg egy megáldó márvány, és most nézzük a lényeget, a Mikulás zsákot. Jön belőle egy bölcsi, 120%-os, jött belőle egy mágikus tűzkő, jött belőle egy ősi démonirat, jött belőle egy ünnepi bambi, erre már fel is... Ja, ez egy pet! Jaj, azt hittem már, hogy ez egy hátas. Nagyon cuki-muki. Mennyi idő? 6 nap, 23 óra, 20% szörnyelleni. Remek, remek. Jön a következő, még egy ünnepi bambi, ugyanúgy egyhetes, és az utolsó, legyen egy ruha, és egy kék szív jött belőle. Minden esetre jött nekünk két kis bambink, valamint, ami még nagyon fontos, be tudjátok szerezni most teljesen ingyen és bérmentve ezt az ünnepi kis mikulásos hátizsákot. Szóval még egyszer elmondom, hogy a mikulásos event közben van egy hóeséses pálya, ez egy külön event pálya, talán olyan, mint a tavalyi, de ezt majd egy következő videóba fogjuk megnézni, ami nem sokára érkezni fog. Úgyhogy nagyjából ennyi ez a mikulásos event, körülbelül így néz ki, most pedig térjünk rá a labirintus eventre. Jó, szóval a 30 perc áll rendelkezésünkre, ahhoz, hogy összeszedjünk annyi sét, amennyit csak tudunk, és hát itt különböző taktikákat folytatnak az emberek. Vannak azok, akik megállnak egy bizonyos helyen, és várják, hogy leteleportáljon egy oszlop. Ez szerintem
akkor hatékony, ha ezt többen csináljátok egyszerre, és mondjuk megegyeztek abban, hogy osztoztok a végén összeszedett sén, mert ugyanis egyedül mindig visszamenni ugyanarra a helyre, és ott várakozni, nem feltétlenül gondolom, hogy ez teljesen hát célra vezető. A másik megoldás meg az, hogy rohangálsz, és bízol benne, hogy leteleportál valahova eléd egy oszlop. És ezt is lehet okosba csinálni. Van egy-két hely a térképen, ami mondjuk kevésbé zsúfolt, és ahol gyakrabban, vagy ha nem is gyakrabban, de nagyobb eséllyel találsz oszlopot. Én egy ilyen oszlop eventen, azon az úton végighaladva, ahol most végighaladok, körülbelül egy ilyen 4-5 ezer sét tudok kiszedni egy ilyen event alkalmával. Előfordul az is, hogy néha kevesebb, de azt hiszem a maximum az eddig 5 ezer volt. Talán nagyon nagy szerencsével összejöhet egy 6 ezredik is, akkor, hogyha csak így hirtelen mondjuk itt dur az út közepében leteleportálna eléd egy oszlop. Na de a lényeg az, hogy arra kell jönnötök gyakorlatilag, amerre én jövök, és hogyha ezt az utat követitek, és mondjuk nincsen nektek jobb taktikátok, ide is érdemes benézni egyébként, és hogyha nincsen jobb taktikátok, akkor itt fixen egy ilyen. Azt mondom inkább, hogy 3-4-5 ezret ki tudtok szedni, de ha szerencsések vagytok, akkor 5 ezret simán. Egyébként, hogyha van bármi jó ötletetek, hogy hogyan érdemes, vagy ti hogyan csináljátok, amivel még többet sikerül kinyerni ebből az eventből, akkor kérlek írjátok meg, ha meg nem, akkor fogadjátok el ezt a jó kis tippet, amivel én most itt szolgálok. Szóval eddig láttátok, hogy merre kell jönni. Első és legfontosabb dolog, az nyilván az, hogy legyél beizépotizva, ide is érdemes benézni, ilyen kis cselesen, hogy oda mész, de közben nem mész be, hanem csak így bekukkantasz, mert ezzel se veszítesz időt. Mindig fel kell jönni, itt látjátok a minimapot, teljesen fel kell jönni a térképnek a tetejére, ide is bekukkantunk, még nincs oszlop, de itt is szokott oszlop lenni, mindig kukkantsatok idebe, és utána, miután eljöttök teljesen a jobb szélére, elkezdtek lefele jönni. És ez innentől kezdődik meg az, hogy találhattok oszlopot. Az első két hely az az volt, ahova bekukkantottunk, utána itt szoktak még oszlopok lenni, oda is mindig kukkantsatok be. Előfordul az is, hogy ide lerak mondjuk egy oszlopot simán az út közepére, de az legtöbb ilyen spawn helyen már állnak, főleg a térképnek az elején. Tehát vannak olyan emberek, akik azzal próbálják ezt a játékot, vagy ezt az eventet így kimaxolni, hogy megállnak egy fix spawn helyre, ugyanis ezek az oszlopok minden bizonnyal ugyanoda érkeznek mindig le, van X számú spawn hely, és abból az X számú spawn helyből egy pár helyre mindig érkezik oszlop. Szóval, hogyha már itt vagytok teljesen lefele, akkor erre kell tovább jönni, amerre gyakorlatilag az út visz. Itt még például soha nem találtam oszlopot, de lényeg, hogy kövessétek, és ha itt lent vagytok, most lehet látni például, hogy elkezdték találni az oszlopokat. Ez azért jó, mert szerintem, ez nincs megerősítve, ilyenkor fog lespawnolni az újabb oszlop. Tehát, hogyha rákattintanak valamelyik oszlopra, megtalálják, akkor szerintem utána nagy eséllyel spawnol le, vagy hogyha ebben akarjuk mondani, akkor spawnol le az újabb oszlop, és érdemes nézegetni. Az egyik kedvenc helyem, ezt most el fogom lőni itt videóban, máskor mindenki itt fog lenni, az ez. Az egyik aranybánya ez a hely. A tavalyi videóban is itt találtam random egy oszlopot. Ha itt nem is látjátok meg az oszlopot, épp most látszik, hogy egy csomó mindenki oszlopot talált, mászkáljatok egy picit, és itt nagyon nagy eséllyel fog megjelenni egy oszlop. Ez az egyik létező legjobb hely. Most ebben az esetben meg is jelent egy oszlop. Ugyi-bugyi, mondom, ez az egyik legjobb hely, ahol lehet oszlopot találni. Nagyon fontos, hogy erre az eventre csak lóval tudtok bejönni. És ha bent vagytok lóval, mondjuk elkezd dögledezni a lovatok, vagy éppen megdöglött a ló, itt is van bent egy lovászínes, amivel fel tudjátok támasztani a lovatokat. Ja. Gyakorlatilag a leges-legelső helyen, ahol hát azt mondom, hogy az oszlopaim 50%-át találni szoktam,
ott most találtunk is egy oszlopot, úgyhogy a videó miatt remélem, hogy a következő pár oszlopot máshol fogom megtalálni. Mondjuk itt szembe. Aj, ezt pont elvitték. Tehát itt is lehet oszlopot találni. Ilyenekkel lehet nagyon-nagyon megnyomni az oszlop számaidat. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy 5000-et kiszedjél, kellenek ezek a szerencsék, de nem feltétlenül. Tehát négyet, azt gondolom, hogy simán ki lehet szedni egy eventből. Bízom benne, hogy most, hogy ennyire mind szajkózom ezt, hogy 4-5 ezeret ki lehet szedni, nem az lesz, hogy ezzel az 1000-rel fogunk innen kikullogni, de nem úgy gondolom. Itt mindig balra menjetek, ne jobbra. Legalábbis akkor, hogyha azt az útvonalat akarjátok követni, amin én szoktam járni. Itt fölfele. Az a lényeg, mint már mondtam, hogy itt el kell jutni teljesen a topra, és ha toppon vagytok, akkor kell elindulni jobbra. Azaz most mehetünk is. Ez így gondoltam a toppot. Ide benézünk, ott is egy oszlop. Csak hát ugye a kollégák, akik nagyon szemfülesek, beállnak oda hatan, és nem tudom, hogy ők ott harcot vívnak-e, vagy ők barátok, vagy ezt hogy csinálják, de nem tudom. Lényeg, hogy vannak ilyen áldogáló emberek, akik mindig oda visszajárnak. Lehet, hogy megbeszélik egymás között, hogy ki vigye el az oszlopot. Ki tudja, ki tudja. Na, itt nem érdemes elmenni balra, én akárhányszor elmentem, annyira nem találgattam ott oszlopot. Tuti tip az, ami nekem bejött, hogy itt el kell menni jobbra, oda befutott valaki, akkor már ne fuss utána, mert elviszi az oszlopot. Ő jön visszafele, ő kicsit vakon volt, nem szabad visszafele se futni. Ultra az meg nagyon-nagyon jön utánam. Gyakorlatilag, aki nagyobb nálad, az szinte biztos, hogy lefut. Tehát nincs nagy értelme versengeni, valamint, ami nagyon érdekes még ebben a játékban, és ezt onnan tudom, hogy Blanicsóval gyakran játszunk együtt. Ide benézünk. Nincs még semmi. Az, hogy mondjuk lehet, hogy ultrát úgy látod, hogy ott fut előtted. És ebben az esetben valószínűleg előttem is van. De sokszor a szerver miatt, aki valójában előtted van, igazából vagy melletted van, vagy mögötted, vagy például aki mögötted van, azt hiszed, hogy mögötted van, igazából már előtted van. Tehát, hogy így ne bízz abban, hogyha azt látod, hogy te odaérsz hamarabb az oszlophoz, hogy valójában te vagy ott hamarabb, mert vannak ilyen furcsa kis késleltetések a szerveren, ami feltűnt. Na nézzük, csak itt nem találunk egy oszlopot. Itt is mindig nézzetek körbe, miközben futtok. Egy másik nagyon fontos tipp, hogy sokszor nézzétek a minimapot. Ezt nem tudom megerősíteni, de én úgy vettem észre, hogy amikor egy oszlop megjelenik, a minimapon feltűnik egy zöld kis pötty. Egy világos zöld pötty. Ugyanolyan világos zöld pötty tűnik fel, mint amikor előhívod a petet. Ez egy picit mókás lehet, mert a petek bezavarhatnak. Ugye nézzétek, csak most megnyomtam, ott megjelent a minimapon egy zöld pötty, meg még valami, egy oszlop! Ugye, hogy mondtam, hogy megjelenik egy oszlop? És el is visszük. Erről van szó, gyerekek, be tudtam bizonyítani a teóriámat. Gyakorlatilag egy oszlopot tudsz szerezni azzal, hogyha figyeled a minimapot. Három emberünk elfutott mellette, miért? Nem nézték a minimapot. Pontos tipp, a minimapot mindig nagyítsátok ki, hogy ne legyen annyira mini, mert bezúmoltok, nem látjátok annyira, nem veszitek észre, hogyha felvillan egy zöld pötty, és milyen érdekes volt, amint megnyitottam, a kis nyakimat megjelent. Megnyomom megint, hátha. Nem. De rakjátok el a nyakit, én azt javaslom, ugyanis a nyaki az fut utánatok, és ilyenkor mindig, hogy mondják, így újra megjelenik, tehát így teleportálgat, és olyankor újra meg újra felvillangat ez a zöld pötty, ami egy kicsit zavaró lehet, úgyhogy mindenképpen nyaki nélkül csináljátok ezt. A legidegesítőbb dolog, amikor látod, hogy a fal túloldalán jelenik meg a zöld pötty, és tudod, hogy ott egy oszlop, de mondjuk 600 kilométert kellene még fuss, hogy odáig érj, nyilván addig megtalálják, de az rendkívül bosszantó.
Sokszor előfordulhat az egyébként, hogy mondjuk a térképen, ha nem is veszed észre azt, hogy felvillan egy zöld pötty, azért így nézzél be magad mögé, ez már egy kicsit ilyen advanced level of metin irányítás, mert a gombokat is kell nyomkodni, miközben így hátra nézel, meg minden, de hát belejön az ember egy idő után. Szóval mindenképpen nézelődjetek, és figyeljétek azt, amikor egy csomó oszlopot megtalálnak. Ha megtalálnak egy csomó oszlopot, és mondjuk előled szedik el az oszlopot, semmiféleképpen ne rohanjon elcsalódottan, úgy hirtelen, mert ugyanabba a helyre nagy eséllyel, én azt mondom, hogy nagy eséllyel leteleportálhat még egy oszlop. Ezeken a hosszú folyosókon nagyon-nagyon ritkán lehet szerintem oszlopot találni, vagy azért, mert egyáltalán nem is teleportál le, vagy azért, mert mindig megtalálják. Ugye bár mindenki erre fut el, ott egy ember, azzal már nem is törődünk, mert elég nagy eséllyel fel fogja onnan szedni az oszlopot. Itt lehet oszlop, talán. Oké, nézelődünk ezerrel. Valószínűleg itt van egy oszlop, ahol áll a koma. Meg itt fixen van oszlop mindig. Mert úgy mindig, hogy szokott lenni. És most vagyunk fél időnél. Fél idő alatt szereztünk eddig 2000 sét. Ami azt jelenti, hogy a második fél időben, hogy hozzam a teóriámat, még kellene szerezni legalább 2000-et. Noha eddig nem is jutottunk el odáig, amíg szerettem volna, tehát így is már összetudtunk szedni annyit, amennyit. Na, de fussunk tovább, már itt megint újra itt lent vagyunk, és hát ha most már eljutunk addig a helyig, ahol ilyen válaszúthoz érünk, és választani kell egy útvonalat. És ott majd megmutatom, megint itt egy oszlop, hát megint itt találunk egy oszlopot, azt a mindenit. Hát nem jutunk el odáig, nem bánom egyébként, hogy nem jutunk el odáig, ameddig akarok, és azt megjegyezném, nagyon fontos, hogy ezt is hogy vettem észre? Minimapról. Kinagyítani a minimapot, első dolog, amikor belépsz. Nézni azt, hogy pötty megjelenik-e, mert ja, és igen. Második prótip, rendszeropciók távoli. Ne az, hogy így nézd a képet, ilyen izé izé zoomolt, ilyen seg totálba, hanem így ki kell nagyítani teljesen, és úgy. Az, hogy az ember hogy kanyarodik, az is egy kis, hát hozzásegíthet a játékhoz, hogy minél többet szerez és megelőzd az embert, hogy mondani se kell, hogy ideális íveken végigmenve, így mondjuk, sokkal hamarabb elérsz a másik kanyarhoz, mint hogyha úgy mászkálnék, mint az a piros emberke össze-vissza, ugyanis mekkora nagy távolságot simán leküzdöttünk azzal, hogy szűken fordultam. Ehhez nyilván tudnod kell, hogy hol van a következő kanyar, amit még be kell venni. Tehát értitek, hogy miről beszélek. Ez is egyfajta ilyen pro tip. Emberik, forduljatok szűkön, és tudjátok, hogy mindig merre van a következő kanyar, és úgy menjetek tovább. Itt például egy jobbos. Nem megyek oda ki teljesen a bal szélére, mert felesleges. Tehát egy csomó időt veszítesz azzal, hogy kimész ilyenkor a bal szélére, nem kell kimenni. Itt szokott lenni oszlop, vigyázzunk, ja, de itt már vannak is emberek. És azt mondom, hogy ilyenkor mindig forduljatok el jobbra. Ne menjetek balra. Szerintem ott ilyen áldogáló emberek vannak. Hogyha futkározó taktixot választasz, gyere el erre. És egyébként én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hopp, ott szerintem megjelent egy oszlop, és most összeszedik? Nem jött róla értesítés, akkor lehet, hogy csak egy pet volt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mennyi oszlopot tudtok összeszedni egy ilyen eventen, és milyen taktikát alkalmaztok. Azt mondhatjátok, hogy ez nincs mit okoskodni, csak mész, aztán van oszlop, nincs oszlop, de hogyha ilyen kis apró dolgokra odafigyelsz, hogy mondjuk levágd a kanyart, már azzal megelőzhetsz valakit, és mondjuk oszlophoz juthatsz. Figyeled a minimapot, megjelente ez, meg az, már is oszlophoz juthatsz. Ketten elfutottak amellett az oszlop mellett, amit itt találtunk az előbb, csak azért, mert nem nézték a minimapot. Na most kíváncsi vagyok, megint meg fog jelenni egy? De most már így fogok nézni, hátrafele. Hátrafele játszok. Találtak egy csomó oszlopot egyébként most. Oké.
Most már megyünk tovább. Itt is szokott oszlop lenni, ezt elengedjük. Hogy menjünk tovább a következő helyszínre. Na de akkor haladjunk tovább, és itt jön el az a rész, ahol válasz tani kell, hogy merre fut tovább az ember, hogyha eddig nem találtatok oszlopot. Az én taktikszom az az, hogy ilyenkor mindig elmegyek balra, jobbra. Pillanat, meg kell néznem, mert labirintus event van, és kicsit eltévedtem. Ott egy oszlop, ott megjelent egy oszlop, de ezt az emberünk biztos el is viszi. Igen, és erre szoktam jönni, és erre fele így befutunk. Igen, jó helyen járok, és erre szoktam még oszlopot találni, hogyha etten itt befutunk, itt lesz még egy-két ilyen kis kamra, és akár itt szokott nagyon gyakran oszlop lenni, ahova fut most a koma, vagy akár erre, ahova most befutunk. Hogyha nincsenek itt, és mondjuk látod, hogy már az eventből csak egy-két perc van hátra, és itt egy oszlop, mint megmondtam, hoppá, alig tudtam rákattintani. Tehát, hogyha nincs ott, és már látod, hogy csak egy-két perc van hátra, akkor ne fuss el másfele, mert szerintem nem érsz egy olyan helyre, ahol van egyáltalán oszlop, hanem inkább a kettő hely közt futkározz. Ott a kettő kamra közt, mert nagyon közel vannak egymáshoz, és ott nagyobb eséllyel találsz, mint hogy elmennél akárhova, és mit tudom én, futkároznál még. Na, tehát igazából sikerült végigmutatnom a pályának azon részeit, ahol általában megtalálom ezeket az oszlopokat. Úgyhogy nézzük, hogy hát, ha még ezzel a maradék pár perc alatt ki tudok szedni még egy vagy két oszlopot. És még egy fontos tipp, hogy soha ne adjátok fel. Ezt nekem Blalics utanította egyébként, hogy még hogyha egy ilyen két perc van hátra, akkor is lépj vissza a játékba, mert valamelyik, azt hiszem a legutóbbi oszlop eventen jártam úgy, hogy visszaléptem, mentem kettő lépést, és megjelent kb. Előttem egy ilyen folyosón, egy ilyen random folyosón egy oszlop, és kihoztam úgy egyel többet. Holott, hogyha úgy gondolkodtam volna, hogy el kell futni még a végére, hogy találjak egy oszlopot, nem éri meg visszamenni, akkor egyel kevesebben jöttem volna ki, de így plusz egy volt a számlánkon. Tehát a 4000-et azt tudtam hozni, amit ígértem, és 5 perc van még hátra. Én úgy gondolom, hogy 5 perc alatt még, ha nem is azt mondom, hogy szerencsénk van, hanem nagy eséllyel még tudunk találni egy oszlopot, inkább azt mondom, hogy ha szerencsétlenek vagyunk, akkor nem találunk. És egy másik érdekes dolog, hogy nyitogatjátok ugyebár ezeket az oszlopládákat, és jönnek belőle italok, például most egy bölcsességital jött nekem, ami 200%-os bölcsességital, nem is tudtam, hogy ilyet lehet egyáltalán nyitni ezekből, de amire ki akartam térni, hogy sokszor nyittok ilyen támadó italt, meg mit tudom én mit, én az elején azt hittem, hogy ezek értéktelenek. De megnézed a piacot, ilyen 20 meg 50 milliárdért árulják ezeket, tehát véletlenül se idd el, hogyha szegény vagy, csak azért, mert miért ne, mert azt hiszed, hogy értéktelen. Ezeknek a támadó italoknak is rendkívül nagy értéke van. Nagyon-nagyon kevés idő van, már várom az egyperces figyelmeztetést, és be kell jönnöm ide, ahol ez a kettő kamra van még, és ahol még oszlopot szoktam találni. És itt kell maradnom erre a kis időre, szerintem. 1 perc van hátra. Ajaj. Nem baj, hogyha előlem felszedik az oszlopot, mert na, akkor is teleportálhat ugyanoda rögtön egy másik oszlop. Itt szokott egy oszlop lenni, most nincs. Várunk, 1 perc van hátra. Nem, nincs értelme oda kifutnom most hirtelen, elmentek ketten oda, vajon leteleportál-e ide egy oszlop? Gyerünk, mt2.hu team, kuruzsoljon ide egy oszlopot, legyen szíves. Lássuk, nem nagyon akar jönni az oszlop, bajba vagyunk, 1 perc lehet hátra, de már annyi se igazából. És félek kimenni innen, nehogy megjelenjen itt hirtelen, gyerünk egy oszlopot. Egy oszlopot kérünk. Banyek, nem fog összejönni az ötödik.
elfutni sem merek igazából, mert a hirtelen és befejeződött az event, hát négyet sikerült összeszedni. Azt mondom, emberek, hogyha ezt az útvonalat követitek, 3-4-5 ezer sét simán ki tudtok hozni. Nekem az elmúlt eventjeim azok úgy néztek ki, hogy mindig kihoztam, az elmúlt 3 eventemből mindig kihoztam 5 ezer sét. Volt úgy is, hogy később kezdtem, most 4 ezeret sikerült kihozni, nem panaszkodok, de ha ezt az útvonalat követitek, és mondjuk eddig kevésbé voltatok szerencsések ebben az eventben, akkor próbáljátok meg azt, hogy nem csak a szerencsére bízzátok ezt az egészet, hanem egy bizonyos útvonalra, meg egy kis taktikázásra, és a minimap figyelésére. Nos, nagyjából ezekkel a tippekkel tudok szolgálni egy labirintus event esetén. Mint láthattátok, simán kihoztunk 4000 sét, és ezeket, hogy ti megnyerjétek, arra gondoltam, hogy ezt két ember között fogjuk kiosztani, hogy ezt pedig meg tud nyerni, nem lesz más dolgod, mint hogy felgyere a Discord csatornámra, aminek a linkjét megtalálod egyébként a leírásba, és ott van egy metines szoba. Oda a metines szobába a két leghamarabb kommentelő ember, aki bekommenteli azt, hogy nyereményjáték és a felhasználó nevét, mármint pedig nem a felhasználó nevét, hanem a játékbeli nevét, ez a két első ember fog megnyerni 2000 sét. Tehát gyertek fel a Discord csatornámra, menjetek be a metines szobába, odaírjátok be a nyereményjáték és a felhasználó neveteket, és az első két ember nyer 2000 sét. Minden esetre remélem, hogy tudtam segíteni nektek ezzel a videóval. Még karácsony előtt jövök a következő eventtel, amiről már beszéltem a videó elején, és bemutatjuk még egy kicsit a pályát is, az valószínűleg egy rövidebb videó lesz, minden esetre arra is majd nézzetek be. A következő videóban, vagy pedig Twitch-en az élő streameken találkozunk, addig is halló! Halló! Halló!